Alig, hogy felnőtt csapatunk szerdán este megszerezte zsinórban harmadik bajnoki bronzérmét, másnap már ismét a kézilabdáé volt a főszerep Érden. Ezúttal azonban a felnőttek helyett a gyerekeké volt a pálya, akik csütörtökön és pénteken is a skup évzáróján vettek részt. Az első nap a harmadikosoké volt. 12 iskolából vannak a gyerekek, 28 fiúcsapat, 30 lánycsapat Fantázia néven versenyeznek. Egy korosztály van, ugye a harmadik évfolyam, akik 2005-2006-os születésű gyerekek. Rengeteg sportolni vágyó fiatal, 4 pálya és meg annyi mérkőzés, amelyek színesítették a programot. Sok-sok gól, izgalom és boldog gyerekek. A skup sikere abban rejlik, hogy lehetőséget és helyszínt kapnak a sportolni vágyó fiatalok, és a kiválóan felkészített edzők segítségével profi körülmények között próbálhatják ki magukat igazi versenyszituációban a kisiskolások. A csapatjáték pedig számos készségüket fejleszti, és biztosítja számukra a mindennapi mozgást. Én még csak most jöttem először. Éveleje óta, mióta az iskolában van ilyen kézilabda. Igen, éveleje óta tanuljuk. A lányoknál végül a bronzérmet a battai arancsajok szerezték meg, míg az első a ligeti démonok előtt a ligeti gepárdok lett. A fiúknál a harmadik helyen a Barcelona végzett, másodikként a bajnokok zártak, míg az arany a kőrösi oroszlánok játékosainak a nyakába került. Az érmeket természetesen ezúttal is felnőtt csapatunk játékosai adták át, és a közös fotók sem maradhattak el, amiből Kabala sárkányunk Dragi is kivette a maga részét. Pénteken pedig következett az évadzárás, ahol a legfiatalabbak mutathatták be a tudásukat. Az ugyancsak több száz ifjú reménység ezúttal is 4 pályán küzdött egyszerre, ahol újfent óriási csata zajlott, így el is kellett a tapasztalt segítség. A játékvezetők ezúttal is junior csapatunk tagjai voltak. Melyik volt nehezebb, a hetes párbajt átélni szerdán, vagy most észrevenni minden faltot? Hát szerintem most észrevenni minden faltot. Engeded a játékot, vagy inkább mindent lefújsz? Nem, engedem, hogy játszanak, de a nagy szabálytalanságokat lefújom. Nagyon jó volt szerintem. Hát ügyesen védekeztek, meg támadtak a csapattársaim. A ellenfél, akikkel játszottunk, ők is nagyon ügyesek voltak szerintem. Az érmeket most is felnőtt csapatunk kézilabdázói adták át. A lányoknál a ligeti tulipánok és a gyémántok előtt a robbanó bombák örülhettek a legfényesebb éremnek, míg a fiúknál a villámokat és a ligeti pumákat megelőzve a viadukt zárt az élem. A viadukt! Nem is az eredményekkel, én ezzel a tornával vagyok elégedett. Persze az eredmény is fontos. Volt olyan iskola, aki megnyerte a tornát, volt, akik csak helyezést értek el. De az a lényeg, hogy részt vettek és hogy élvezték a gyerekek. A közel 1000 gyereket megmozgató suli kézilabda utánpótlás program, azaz a skupa 2014-15-ös idényben, pardon, tanévben nagyszerű hangulatú tornákkal zárult, így mind felnőtt, mind utánpótlás szinten remek szezon tudhat maga mögött az érdi kézilabda.